Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, illetve köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozunk. Nézzük. Mit csinálunk? Képzéseink vannak. Ezek által, a képzések által bárki olyan tudáshoz és képességekhez, illetve gyakorlási lehetőséghez jut, amely által élet és emberismeret területén az illető jártassá válik, hogy képes legyen bárki az élethelyzet, aki itt tanul, az élethelyzeteinek a helyes kezelésére, a problémái megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Tehát ha az ember képes arra, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, problémáit megelőzze, illetve megoldja, célokat megvalósítsa, akkor ugye sokkal boldogabb életet tud élni. És ha az emberek képesek abba arra, hogy boldogabb életet éljenek, akkor ugye szeretettelibb életük lesz, és akkor békésebb életük lesz. És az ember szeretetben, békében és boldogságban képes élni, akkor ugye könnyebben működik együtt másokkal. De ezt azért kell megcsinálni, hogy 2035-re aranykor legyen. Ez onnan származik ez az egész, hogy sok évvel ezelőtt kaptam egy üzenetet fentről álmomba, hogy az én feladatom az én szervezetemmel megvalósítani az aranykort. Most én nem kérdeztem meg, hogy a mi szervezetünken kívül hány egyéb más szervezet fog abban részt venni, megmondom őszintén, nem is nagyon érdekel. Az egy biztos, hogy ugye azt is elmondták, hogy miért pont mi, de egy-két gondolat ebben kapcsolatban, jó? Tehát én 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től szervezek embereket, és azóta folyamatosan. És 91-től van saját szervezésű csapatom. 93-tól vezetek embereket, és azóta tanítok is embereket. És 93-tól 4 különböző területen sikerült a vezetésem alatt piacvezetői pozíciót elérni. Igaz, hogy abból 3 pénzügyi terület volt, ami teljesen ellentéte annak, amit most csinálunk. Ugyanis most már rég nem pénzügyi területtel foglalkozunk, 2007 óta, tehát 13 éve nem, illetve 14, foglalkoztunk egészséggel is egy pár évet, vagy fő tevékenységbe, vagy 4-5 évet, és hát abban nem értünk el piacvezetői pozíciót, de amit csinálunk, a coach képzések terén piacvezetők vagyunk. Akkor ugye azt is lehetne mondani, hogy spirituális területen ugye a legnagyobb közösséggel rendelkezünk. Tehát közösséggel az azt jelenti, ugye az a közösség, ahova az emberek rendszeresen részt vesznek valamilyen módon abban a közösségben,
Tehát a Facebook az nem közösség, jó? Tehát ha csak online vesznek részt az emberek, az, az semmi, és nincs elköteleződés a Facebookkal kapcsolatban. Tehát itt az emberek valamilyen szinten el is köteleződnek. Jó, ezt a elköteleződést bármikor felbonthatják, tehát semmilyen kötöttség még sincs ebben, és lényeg az, hogy ugye ez egy olyan közösség, ahol az emberek egy közös cél érdekében tevékenykednek. Na most nem akarok semmilyen vallást leszólni, vagy bármilyen vallásban érdekelt embert megbántani, de azért megkérdezném, hogy bármilyen vallással kapcsolatban, vajon mi a közös cél? Tehát mi a közös cél? Az nem közös cél, hogy együtt imádkozzunk, vagy együtt meditáljunk, vagy együtt mantrázzunk, az nem közös cél. Mi a közös cél? Tehát ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy nekünk mi a közös célunk. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor emberiség sem lesz tovább. Sőt, ez a bolygó sem lesz tovább. Tehát nem lesz nyolcadik emberiség ezen a bolygón. Oké? Mi vagyunk a hetedik emberiség ezen a bolygón, és ennyi. Nincs több. Magyarul, hogyha ez az emberiség nem csinálja meg az aranykort, akkor nem lesz nyolcadik emberiség a Földön. Oké? De nem azt jelenti, hogy akkor elpusztítják az emberiséget a bolygóról, mint amit eddig csináltak. Nem. Hanem azt csinálják, hogy megszüntetik a bolygót is magát. Tehát úgy jár ez a bolygó, mint a Mars és a Jupiter közötti bolygó volt. Az is szét lett robbantva, ez is szét lesz robbantva. Persze nem ezt szeretnénk, mert ugye a bolygón sok a jó ember. Méghozzá a bolygó 80%-a jó ember. Csak egy baj van, ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És ha ennek nem vagytok tanúi, hogy a jó emberek nem tesznek semmit, és a rossz eluralkodik a Földön, akkor erre azt tudom mondani, hogy hülyék vagytok. Mert bizony ezt látni. Tehát valaki ezt nem látja, akkor egy tudatlan hülye. És nem tudok más mondani neki. Tehát, és azért tud a rossz eluralkodni a Földön, mert a jó emberek nem csinálnak semmit. Világos ez? Tehát karba tett kézzel várják, például az Isten hívők, tehát akik hisznek Istenbe, hogy majd jönnek az Istenek, vagy az Isten, és megoldja helyettünk. Ugye akik mondjuk az ezotériában hisznek, azok jönnek majd a Földön kívülek, és megoldják helyettünk. Akkor ugye azok, akik egyikben se hisznek, hanem ugye a pénzbe, vagy az anyagba hisznek, azok meg azt mondják, hogy majd megoldódik valahogy, majd a kormányok megoldják. Vagy valakik megoldják helyettük. Na most azért megkérdezném, hogy helyetted az életedben ki oldott meg valami dolgot? Olyat, amit neked kellett volna. És akkor még gondolják, tehát ha az emberek helyett nem szokták megoldani a gondjaikat, bajaikat, problémáikat, akkor az emberiségre ezt miért gondoljuk másként? Hát elmebetegség, hogyha azt gondoljuk, hogy magunknál nem találkoztunk olyannal, hogy megoldják helyettünk a dolgokat, akkor az emberiség kapcsolatban miért oldanák meg?
Vagy mondok dolgot, mondj egy olyat, hogy egy állami vezető megoldotta a nép helyett. Egy ilyen példát mondjál. Bárhol a világban. Egy példát. Nem fogsz tudni. Tehát mit tudom én mondjuk, nem Churchill, meg Roosevelt, meg Stalin nyerte meg a második világháborút, hanem az oroszok, az angolok, meg az amerikaiak. Világos ez? Tehát a népek nyerték meg, nem a vezetők. Oké? De én nem tudom, mintha az emberek megvakultak volna szó szerint. Vagy elment volna a józan eszük. Tehát finomságot ebben kapcsolatban ne várjatok. Nem fogok finomkodni avval kapcsolatban, hogy mit teszel, hogy egy jobb világban éljünk. És most nem azokról beszélek, akik itt vannak, hanem a többiek, akik, ugye mivel ez a díjmentes képzés, most azoknak szólok, akik nem tanulom. De ugye mondhatnám valamilyen szinten a tanulóknak is, a tanulóinknak is, mert a tanulóink egy jó része csak tanul. Jó, az a csak, az nagybetűvel, de akkor is csak tanul. Tehát kapjatok már észbe, nem lesz aranykor, nem lesz jövő, lejárt az idő 2035-tel, ami azt jelenti, le fog járni az idő. Ha nem lesz aranykor, megyünk a levesbe. Én nem, mert én teszek érte, hogy ne így legyen. De egyedül nem, kevés vagyok, nagyon kevés vagyok. Jó, hát nem vagyok már egyedül, hála Istennek, de akkor is nagyon kevesen vagyunk összességében az emberiséghez képest. Tudod, mennyi olyan ember kellene, aki tanítaná az emberiséget? 320 millió ember. 320 millió. Tehát 320 millió tanítóra lenne szükség. Persze van, aki kevesebbet, van, aki több embert fog tanítani. Oké, de ennyire lenne szükség. Most van egy átmeneti időszak ehhez, 2026-ig. Na, nem olyan sok év. Mert utána még kell 9 év, hogy felkészüljenek az emberek arra, hogy képesek legyenek az aranykorban tanítani. De hát ez úgy működik, hogy aki bekerül az aranykorba, annak a 4%-ának tanítónak kell lenni. Kell. 4%-nak. Tehát magyarul 25 emberre fog egy tanító jutni. Tehát magyarul, hogyha mondjuk nagyon szélsőséges eset, mondjuk 1 millió ember jut be az aranykorba. Nagyon kevés. Akkor ugye a 4%-a annak azt mondja, hogy mennyi is? 40 ezer. 40 ezer. Mert ugye 400 ezer az a 40%. Jó? Tehát tenni kellene. És nem azt kell tenni, hogy hőbörögni. Nem. Nem. Hanem észszerűen kell gondolkodni és cselekedni. Oké? Tehát most afelé megy a világ, hogy gyérítsék a lakosság létszámát. És ehhez minden eszközt bevetnek már évtizedek óta. És ez most exponenciálisan felfokozódott az elmúlt időszakban. Tehát a gyérítés az azt jelenti, hogy minél többen halljanak meg. Oké? Tehát
csak egy példát mondanék ezzel kapcsolatban, hogy egy rossz állapotú embernek az élete lerövidül. Tehát mit tudom én, mondjuk leviszik az embereket félelem szintjére, és nincs több 10 évüknél maguktól. Tehát nem kell semmit csinálni velük, csak leviszik őket félelem szintjére, és nem él tovább 10 évnél. Egy depresszió szintjére levitt ember, az még mélyebbre le van vive, ha leviszik depresszió szintjére az embereket, pár év, 3-4 év és meghal. Oké? És nem veszitek észre, hogy most ez folyik a világban. És az, hogy milyen hangulatú vagy, az nem a médiától függ, hanem tőled. Világos ez? És mondom, semmilyen más dologról nem kell beszélni, hogy mit tudom én, ezt csinálnak, vagy azt csinálnak, ezen túlmenően. Bőven elég, hogyha csak az embereknél elérik, hogy rossz hangulatúak legyenek. Hogy elérik, hogy féljenek. Tehát elérik, hogy féljenek, be se kell oltani őket, úgyis meghalnak. Hamarabb, mintha nem félnének. Sokkal. Érted? Sokkal hamarabb. Mondom, egy olyan ember, aki fél, nincs több 10 éve. Nincs több 10 évnél. És azért megnézed, a félelem a világban csökken vagy nő. Mondjuk az elmúlt években. De akár az elmúlt évtizedekben. Nőtt a félelem, vagy csökkent? Tehát magyarul az emberek átlagosan jobb állapotban vannak, vagy rosszabb állapotban? Hát lényegesen rosszabb állapotban van, nézz körül. Hát ezért van az, hogy leviszik a jó emberek hangulatát, és akkor bemennek ilyen hangulatba, ilyen leszarom hangulatba, tudod. De tényleg, nézzetek körül. Nem lehet más mondani. Gondolkodtam, hogy milyen szót helyezek ennek elébe, de nem sikerült találnom másik szót. Mert ez van. A jó emberek ezt csinálják. Mintha olyan tablettát szednének, amibe az vagy leszarom tabletta, tudod. Szó szerint. Nem csinálnak semmit. Azt mondják neki, hogy búgjál, mint egy tehén, akkor búg, mint egy tehén, érted? Vagy azt mondják, hogy béges, mint egy birka, akkor bége. Ha azt mondják, hogy tedd a nyakadat a tilóba, akkor berakja. Érted? Miért nem ezt csinálja? Hát ezt csinálja. Ébredjetek, emberek, ébredjetek. Ez azért van ez az egész, hogy fölébredjetek. Ha nem ébredtek, akkor Csipke Rózsák álomból nem lesz felébredés. Érted? Sőt, utána halál jön. Jó, csak azért felvilágosítanálok ezzel kapcsolatban, hogy hogy működik a halál, jó? Tehát a halál úgy működik, hogy ugye kétféle működés van a halál pillanatában. Az egyik, aki tudja, hogy mi történik a halált követő időszakban, a másik, aki nem tudja, hogy mi történik a halált követő időszakban. Aki nem tudja, hogy mi történik a halált követő időszakban, az nem tudja, hogy neki el kellene hagyni a bolygót. Hogy? Hát nem a teste fogja elhagyni a bolygót, hanem a lelke. Nem tudja, hogy neki el kellene erről a bolygóról ideiglenesen költöznie, mint lélek. Nem tudja azt, hogy föl kellene emelkedni, és fel kellene menni a mennyekbe. Nem tudja. Pedig föl tudna emelkedni, mert lélekként már simán föl tudna emelkedni. De fogalma nincs. A legtöbb embernek. Fogalma nincs. Ha nem csinálnak egy szertartást az emberek ezzel kapcsolatban, hogy ő elmenjen, akkor nem megy el, hanem itt bolyong a Földön. Érted? Sőt, nagyon sokan azt se tudják, hogy meghaltak. Azt hiszik, hogy csak alszanak, érted? Alszanak és álmodnak. Ugye visszaemlékszel az álmaidra, ott nincs idő. Álomban nincs idő.
az álomban időtlenség van. Na és ugyanígy van, ha valaki meghal és nem tudja, hogy ő meghalt, nem csak álmában lehet úgy, hogy ő nem tudja, hogy meghalt. Egy hirtelen roham által is lehet úgy, hogy ő nem tudja, hogy meghalt. És az illető nem tudja, hogy neki fel kellene emelkedni a mennyekbe, a fénybe, ahogy szokták mondani. Nem tudja, és szépen itt marad, és itt bolyong. És tudod, mit csinál? Csökken az energiája, és onnantól kezdve fogja, és emberektől szívogatja el az energiát. Hogy? Rátelepül. Tehát olyan, mintha rácsimpaszkodna egy ember, érted, a nyakadba, meg rátenni a lábodat, és cipelnéd. Csak ugye ő nem, mit tudom én, 70 kilós, vagy 80, érted, hanem súlytalan. De az energiádat szívja el. És rengeteg olyan ember van, főleg itt a nyugati társadalomban, ahova tartozunk, ahol fogalmuk nincs az embereknek a halál utáni helyzettel, és fogják, és itt maradnak, mert nem tudják. Hát most gondold végig, hány olyanról hallottál, hogy itt a Covid időszak alatt meghalt az illető, és nem temették el. Elhamvasztották, de nem temették el. Tehát nem volt temetés, és nem volt szertartás. Magyarul az a rengeteg ember, akinek nem csináltak ebben a másfél évben szertartást, azoknak a lelke mind itt van, mert fogalmuk nem volt, hogy utána mit kezdjenek a halál utáni állapotukkal. Világos ez? Mert még a vallások sem tanítják, vagy nem jól tanítják, tisztelt a kivételeknek persze. Mert vannak, akik keleti vallásokban, amelyik jól csinálják, de a nyugati vallásokban nem igazán. És ha nincs szertartás, és nincs elküldve az a lélek, emberek nem csinál, élő emberek nem csinálnak szertartást, akkor a lélek itt marad a bolygón. És most tömegesen maradtak itt lelkek, mert egy csomó példa, nekem is vannak olyan ismerőseim, akik nem lettek eltemetve, elhamvasztva ellettek, de eltemetve nem. És azóta sem, pedig most már lehetne temetést csinálni, és mindig nézzük, és nincs eltemetve, érted? A volt barátom édesanyja például. Oké? Tehát ugye azt is tudni kellene, hogy a lélek az bekerül egy létközi állapotba. Az egy virtuális valóság. Tehát egy virtuális állapotba kerül be. Egy létközi állapotba. Tehát amikor netántán valaki meghal és visszajön még, tehát úgy jön vissza, hogy rövid időt töltött a halál állapotában is visszajön, és elmondanak hasonló dolgokat, akkor máról ez a létközi virtuális állapotról számolnak be. És a virtuális, tehát ha valakinek nem tiszta és világos a virtuális valóság, akkor nagyon egyszerű. Ugye vannak olyan filmek, amiben már bemutatják, és lehet ilyet is már kapni, hogy fölteszel egy ilyen nem szemüveges, hanem egy készülék a fejedre, érted? És ott van benne olyan technika, hogy azt látod, mintha benne lennél a valós, abban a gépi valóságban. És vannak, akik úgy játszanak már, a videójátékokat úgy játsszák, hogy fölrakják ezt a készüléket, és teljesen úgy érzi magát, mintha ő benne lenne abba a videójátékba. Világos ez? Persze nem pár száz forint egy ilyen készülék. De ezzel készítik föl az embereket, a lelküket, mert ugye a lelkünk tudatlanul született, mert ugye előtte kitörölték a tudást. És az a tudás, amit tanulsz, oké? Vagy az a tudás van, amit kaptak azért, hogy segítsenek, mármint a lelked segítsen neked, és kapott fentről tudás. Annyi a tudása. És akkor szépen fölkészítik ebben a virtuális készülék
kell, fölkészítik az embereket arra, hogy, hogy ne legyen szokatlan a virtuális valóságba oda át. Oké? Tehát most már ezt meg tudják csinálni a technikával. De milyen jó, már erről lehet beszélni, mert már ilyen készülék létezik, és Magyarországon is használnak fiatalok nyilván elsősorban ilyen készülékeket. Hát ezt tudod, mikor találták már ki ezeket a készülékeket? 90-es évek elején. Azóta vannak ilyen készülékek. Az mióta? 20 éve? Nem, 30. 30 éve. Érted? Na most nézzük tovább. Tehát ugye bekerülnek az emberek egy ilyen virtuális, de ott valahol helyileg lenniük kell. Ugye erre most jelenleg a Vénusz és a Mars van fölkészítve. Nem a felület, hanem benne. Ugye egy léleknek a tárgyakon, az anyagon való közlekedés nem jelent akadály. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy kerül oda? Oda vezetik. Tehát oda vezetik. És utána mielőtt leszületik, akkor ugye visszavezetik. Tehát nincs kolbászolás a világűrben. Nehogy azt itt. Hát egy tudatlan lélek nem kolbászolhat a világűrben. Hát az emberi lélek ahhoz képest, ami a többi a világban, ahhoz képest egy tudatlan lélek. Hát a pár évtizedes tudással, vagy van akinek még annyi sincs, kezdett valaki meghal, mit tudom én, 20 évesen, gyakorlatilag szinte semmi tudása nincs. Főleg az életről nincs, meg a halálról. Na most, tehát ugye az embernek tudnia kellene azt, hogy van ez a virtuális valóság, és akkor születhetünk újra, ha olyan feltételek állnak elő adott helyen, amit te az előző életedben megéltél, és nem fejeztél be, nem csináltál meg, utána a következő életedben beszületsz egy olyan családba, ahol olyan emberekkel fogsz találkozni, szüleid elsősorban természetesen, akik olyanná tesznek, hogy a múlt hibáit létrehozd. Most ebben az életedben. Érted? Az előző életed hibázásait létrehozd a következő életedben. És ez azért van most nagyszámú leszületés, mert rengeteg család van már, és gyorsan tudnak a lelkek leszületni. Hát ugye régen több mint 1000 évig voltak virtuális állapotban a legtöbb lélek. Több mint 1000 évig. Hát most már gyakorlatilag pár hónap után újra tudnak születni. A múlt században is, már múlt század második felében már 13 év volt az átlagos újraszületés. Tehát az embereknek ugye erről fogalmuk nincs, hogy mi van, hogy van, mi lesz. És egyáltalán nem mindegy, gondold végig, hogy az előző életedben mit csináltál. Mert az előző életed alapján kiválasztottatok, mi az, hogy kiválasztottatok? Ketten. Tehát egy kis ráhatással, egy kis segítséggel, úgy hívják, hogy teremtőd, segített abban, hogy kiválasztjátok azt a családot, ahova leszülettél. Oké? Az a család volt legalkalmasabb arra, hogy olyan személyekkel találkozzál, olyan személyek befolyásoljanak téged gyerekként, hogy olyanná válj, hogy ugyanazokat a hibákat, amit a múlt életedben nem javítottál ki, nem, mit tudom én, kapcsolatokat nem rendeztél el, azokat a tulajdonságokat fölvegyed, az olyanná válj, aki képes létrehozni azokat a hibákat, problémákat. Világos ez? Tehát ezáltal simán meg tudod határozni, hogy milyen lehetett az előző életed. Nem kell visszamenni az előző életbe, meg ilyen baromságokat csinálni, mert nem az előző élet alapján
vannak problémáid ebben az életben, hanem ugye mivel tiszta tudattal születtél, ezáltal semmilyen terhet nem hoztál át az előző életedből. Tiszta tudattal születtél, a tiszta tudatú leszületés azt jelenti, hogy csak szeretet van benne az emberben, mármint az emberi lélekben, semmi más. És onnantól kezdve tanul, megél bizonyos helyzeteket, és olyanná válik, aki létrehozza a helyzeteket. Világos ez? És létrehozod ugyanazokat a hibákat, amit az előző életedben létrehoztál. Tehát a saját jelenbéli életedből pontosan ki lehet következtetni, hogy az előző életedben milyen hibákat követtél el. Ugyanazokat, mint most. Világos ez? És addig követsz el hibákat, míg nem javítod ki a hibákat. És addig nevezzük ezt karmának, ameddig nem teszed le a karmádat. És úgy tesszük le a karmánkat, hogy kijavítjuk azt a hibát, amit elkövettünk. Világos ez? Ez annyira pofon egyszerű, nem is értem, hogy mit nem értenek ezeken a dolgokon az emberek. És ha végignézed, annyira logikus, hát eleve ott kezdődik a dolog, hogy milyen Isten lenne az, amelyik úgy teremti az embereket ebbe az életébe, ha nincs előző élet, tudod? Hogy az egyik gazdag, a másik szegény, az egyik tehát jó élete van, a másiknak rossz élete van, stb. Stb. És mind más. És akkor hol lenne az igazság? Akkor az milyen igazságos Isten lenne? Gondold már végig. Tehát egy logikusan végig gondolod, de ezt nem is kell, ugye nekem nem kellett logikusan végig gondolni, mert egyszerűen elmondták, hogy hogy van. Na mindegy, kik fentiek. De logikusan végig gondolod, ez így működik. Úgy működik, hogy ez az életed azért úgy van, mert volt egy előző életed. Világos ez? Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy a lelkednek ez az életed az előző életnek a folytatása. És mikor van ebből a kiút? Mert ha megnézed, ez egy mókuskerék. Tehát addig mókuskerék, míg hibát hibára halmozol. Hol a vége? Hát amikor megtanulsz minden olyan dolgot, ami ahhoz kell, hogy azokat a hibákat, amit elkövetsz, ne kövesd el. És megtanulod azt, hogy megfelelő különbséget tudjál tenni, tehát ez a megfelelő, ez tökéletes különbséget tudjál tenni a jó és a rossz cselekvés között. Világos ez? Tehát addig nem tudsz kikerülni ebből a mókuskerékből, ami igen-igen tele van szenvedéssel, ha megnézed. Tehát manapság elég kevés olyan ember van, aki idősként nem szenved valamilyen módon. Tehát mit tudom én, vagy egészségügyileg, vagy a magánytól, vagy bármi mástól, érted? Vagy az emberi kapcsolataitól. Tehát nem feltétlenül fizikai szenvedésre gondolhatunk, simán lehet gondolni lelki szenvedésre is. És miért szenvednek sokkal többet az emberek, mint régen? Mert sokkal szarabbul csinálják a dolgaikat. Ilyen egyszerű. Ezt se lehet másként kifejezni. Ja, úgy csak, hogy rossz, sokkal rosszabbul. Oké. Így van. Sokkal rosszabbul. Miért? Mert van egy felgyorsult világ, amiben élnek az emberek, és egyszerűen az élet elmegy mellettük. Tehát elhalad. Olyan, mintha te állnál egy peronon, vagy haladnál, mit tudom én, lassan bandukolva, vonat meg így elszáguldana melletted. Érted? Mert körülbelül ez van. Hát most gondold végig, régen hogy élte le egy ember az életét? Hát annyi információja volt, ami a faluba történt. Meg legfeljebb még a szomszéd falvakba. Slussz. Érted? Mit tudom én, az én nagyapám szerintem életében azon kívül, hogy fölhoztuk Pestre, érted, följött a lányához,
azon kívül szerintem még az első városba sem ment el, Szabolcsba, és rengetegen élték le így az életüket, hogy mit tudom, 2-3-4 falunál arrébb nem mentek. Hát képzeld el, 2-3-4 faluval arrébb menni is komoly idő volt, mire elmentek. Ugye ha végig gondolod, te autóval tudom én, addig el tudsz menni az ország másik felébe, egyikből a másikba. Tehát nyilvánvaló, hogy ez is az oka annak, hogy nem mentek messzire. Még akkor sem mentek, mikor már volt busz, mert minek mentek volna. Hát az én nagyapám például, a anyai nagyapám sose volt kórházban. Soha. És ha megnézed, csinálnánk egy tesztet, mondjuk hogy az itt hallgatók közül ki nem volt még kórházba, érted? Hát ott kezdődik, hogy valószínűleg kórházba születtél, nem? Hát onnantól kezdve nem is tudnánk mondani, nem voltunk kórházban, nem? Oké. De jó, ha mondjuk kivesszük a születést, utána is. Hányszor voltál kórházba? Valami emiatt, amiatt. Nem? Na gondold végig. Na most másik az, hogy ugye egy olyan világban éltek, hogy ugye nem nagyon tudtak a falunk, meg a szomszéd falvakon kívül, hogy milyen információk vannak. Hát most? Hát mindent tudsz, nem? Még olyat is tudsz, ami nem meg se történt. Nem? Hát egy csomó olyan dolog. Miért? Hát gondold végig. Hát én emlékszem arra, amikor a Izaura sorozat ment, és gyűjtöttek Izaurának arra, hogy felszabadítsák. Pénzt gyűjtöttek. Na most magyarul néznek egy filmet, és azt hiszik, hogy valóság. Hát én láttam anyósomat, pár évvel ezelőtt halt meg, nézte a filmet, és beszélt a színészhez, érted? Tehát mintha az a valóság lenne, szó szerint. Tehát magyarul egy csomó olyan dolog van, amire azt hiszik az emberek, hogy úgy van, és elhiszik, és kész. De nem csak a filmekre gondolok. Hát a híreknek a valóság tartalma az nincs 50%. Jó? Tehát ez nincs 50%. És az emberek mégis elhiszik. Na most gondold végig, hányszor történt az már meg veled, hogy egy olyan hír, ami közvetlenül téged nem érint, mégis hatott rád. Gondold végig. Na most régen egy embernek volt 1-2-3 problémája, amit simán megoldottak. Ha ő nem tudta megoldani, akkor volt olyan a környezetében, mert ugye faluban mindenki ismerte egymást, meg még a szomszéd faluban lévőket is ismerték, legalábbis a nagy részét. Biztos, hogy találtak olyat, aki hasonló problémát simán megoldott, hiszen közel nem volt annyiféle probléma, mint most. Közel nem volt annyiféle probléma. Most sokkal terjedelmesebb a problémák listája, sokkal. Hát csak egy problémára gondolj, ha régen nem volt olyan, hogy hiteltartozás, max a kocsmárosnak tartoztak, érted? Vagy a boltosnak, az meg azt mondta, hogy jó, hát ha nem fizeted ki, akkor nem kapsz több kegyeret, vagy mit tudom, akármit, de hát azt se kellett nagyon venniük, mert volt, aki sütött. Szóval a lényeg az, hogy nem volt olyan, hogy hitel, érted? Tehát most az emberek tel is tele vannak mindenféle problémával, és ráadásul elérték náluk az együttérzést, az, hogy ne csak a saját problémáikkal foglalkozzanak, hanem másokéval is. Nem? Hát gondold végig. Tehát mások problémájával is foglalkoznak. Nem csak a sajátjukkal. Ugye régen akkor tudott valaki informálódni másnak a problémájáról, hogyha mondjuk
közvetlenül vagy pletyka útján értesült róla. Érted? Nekem erre egy iskola példa a Krokodil Dundee 1-ben, mikor megkérdezi a hölgy a Krokodil Dundee-t, hogy történik a problémák, és akkor mondja, hogy mit tudom én, kicsoda, hogy az megtudja, és akkor kibeszéli mindenkinek, és megszűnik problémának lenni. Mert ott a faluban mindenkinek kibeszél, és kész. És akkor onnantól kezdve megszűnik, mint probléma. Na most, érted? De manapság ez nem így működik. Bár most is így működnének az emberek, csak nem így működik. Tehát nézd meg, egy ember, mondom, egy-két-három problémával még el tud boldogulni, de olyan mennyiségű problémával, amivel terhelik az embereket, annak jó része nem is az ő problémája. Érted? Ez nem tud a legtöbb ember elboldogulni. És akkor mi történik? Az embernek a sok problémája van, egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül. Ilyen egyszerű. Tehát itt van 10 terület, mi megkérdezném erre a 10 területre, milyen szervezetnél kapsz képzést rajtunk kívül? De úgyhogy teljes egészében kiterjedő tudást. Főleg mondjuk havi 9800 forintért 30 órát. Hol? Milyen szervezet? És akkor vannak, akik azt mondják, hát miért pénzlehúzó vagyok, mert miért a képzést, a tudást, azt miért pénzért adom? Neked meg ingyen, én meg mondom, üzenem annak, neked meg ingyen kellene a tudást. Mi? És mit adsz cserébe? Ja, te olyan ember vagy, aki csak kapni szeret, adni nem. Aha, hát akkor ne tanulj itt. Ilyen egyszerű. Oké. Nem szeretjük az olyan embereket, aki nem akarnak cserét adni. Oké? Minden olyan emberből, aki nem szeret cserét adni, gyakorlatilag olyan ember lesz, aki kihasználja csak a többieket. Azt meg úgy hívják, hogy bűnöző. Jó? Lehet, hogy nem lop, ha csal, hazudik, csak kihasználja, és nem ad cserébe semmit. Világos ez? Úgyhogy tisztáztuk ezt a kérdést. És ha valakinek nem tetszik ez, akkor sorry. Ennyi. Jó? Szóval, ha megnézzük, visszaosztjuk, az 330 forint óránként. Jó, ezt akciósan megtelted? Hol tudod ezt még ennyiért megkapni? Azért minden területre tudást. Vagy ha például mondjuk még nem tanultad azt a területet, és azon a területen, egy olyan területen, amit még nem tanultál, kapsz egy problémát. Hol kapsz segítséget? Tehát kihez fordulsz akkor? Ja, lehet mondjuk ügyvédhez fordulni. Aha, mondjuk óránként 10.000 forintért. Oké, és akkor még nem is mondtam sokat. Hát itt ez nálunk úgy működik, hogyha valaki ezeken a területeken még nem szerzett kellő tudást és tapasztalatot, illetve tudást egyértelműen, akkor fordulhat olyan emberekhez itt a szervezeten belül, akik értenek ehhez. Oké? Ahhoz a problémához, ami a problémád. És akkor nézzük tovább. Azért csináljuk, mert a fentiek minket bíztak meg vele. Hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. Majd mindjárt meglátjuk, mi a lelki fejlődés. Ha itt tanulod és használod a tanultakat, nem kell félned attól, hogy nem éled meg az aranykort. Biztosságban érezheted magad. Egy fantasztikus közösséghez tartozhatsz. Bőven fogsz elismeréseket kapni. Kihozhatod magadból a legjobbat és a legtöbbet.
beteljesítheted azt, amiért születtél. És itt van a 7 szint, lelki fejlődés 7 szintje. Az aranykorba a küldetés szintjén kellene bejutnod. Tehát ott lehet csak. Tehát magyarul, ha be akarsz jutni az aranykorba, föl kell jutnod a küldetés szintjére. Tehát az a baj, ugye, hogyha az ember azt gondolja, hogy csak tanul, és a tanulást nem váltja gyakorlattá, tehát nem műveli gyakorlattá, akkor a tudás az csak elmélet. És ha az ember csak elméletben tud valamit, akkor hibázik. És mondok egy hibázást, jó? Az emberek nagy része ezt a hibát, mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy része ezt a hibát valamilyen rendszerességgel elköveti. Ez pedig az, hogy ha hibázik, akkor olyan dolgokat tesz, ami vagy saját magának, vagy másoknak rossz. Tehát magyarul a hibázásával előidéz magának vagy másoknak problémát. Igen ám, de van egy olyan, hogy etika képzés. És az etika képzésben benne van, és ez fenti információ, maga az etika, az teljes egészében fenti információ, tehát az etika képzésben benne van, hogy ne tegyél olyat, amivel saját magad túlélését rövidítenéd. Tehát ne tegyél olyat, ami ártalmas számodra. Egy másik pontja ennek az etika szabályoknak benne van, hogy ne tegyél olyat másokkal, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Vagy mással ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennél. Tenne az a másik. Na most, ha mégis megteszed, akkor ártó tett. Ha olyat teszel, ami neked nem jó, az ártó tett. Magadra nézve. És lehet ezt akár, hogy szépíteni, akkor is az. Na most az ártó tett, azt meg tudod micsoda? Elnyomás. Minden ártó tett, valamilyen szintű elnyomás. Most, hogy magadat nyomsz el, vagy más nyomsz el, vagy másokat nyomsz el az ártó tetteddel, az ebből a szempontból részletkérdés. De minden ártó tett az elnyomás. Világos ez? És az, hogy az ártó tett tudatlanságból vagy szándékosságból van cselekedve, részletkérdés. Tehát ami azt jelenti, hogy igazából mindegy. Tehát az, ha mindegy, az most szóltak, hogy jó a lift. Igen, így csörög. Jó, tehát lényeg az, hogy mivel elnyomás az ártó tett, és az aranykor viszont elnyomásmentes társadalmi forma, csak úgy kérdezném, hogy hogy akarsz bejutni az aranykorba? Mikor az aranykorba nem lehet elnyomás. Tudod, miért nem lehet elnyomás? Mert ha egyik ember elnyomja a másikat, akkor az a másik személy, aki el van nyomva éppen, az visszaesik a tudatlanság állapotába.
ameddig az elnyomás hatása alatt áll. Tehát ez azt jelenti, hogy egy ember, aki nem tudja kezelni az elnyomást, nem tudja kezelni az elnyomót, az elnyomott lesz. És egy elnyomott, az ameddig elnyomotti státuszban van, nem tudja használni a tudását. Oké? Ez van. Magyarul, hogyha az aranykorban tovább folytathatna a tudatlanság, és a tudatlanságból eredő ártások, és az ártásokból eredő elnyomások, ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag ugyanaz lenne, mint most. Mert ugyanis a legtöbb elnyomást, amit kaptál életedben, vagy a legtöbb elnyomás, ami van bolygószinten, az akármilyen hihetetlen, tudatlanságból fakad. És tudod, miből fakad az a tudatlanság? Abból, hogy nem tudják a tudást alkalmazni, vagy nincs tudásuk az ártó tett tekintetében. Tehát ha egy kicsit ránézünk arra a dologra, hogy mennyi az elnyomó a bolygón, akkor ugye azt mondhatnánk pontos számadatokkal, hogy minden ötödik ember, tehát magyarul 20%. Tehát 80% az nem elnyomó, hanem szociális ember. És mégis az elnyomás többsége nem az elnyomóktól jön közvetlenül feléd. Oké? Hanem azoktól a tudatlan emberektől, akik nem tudnak különbséget tenni cselekedet és cselekedetek között. Méghozzá olyan formában, hogy az mennyire ártalmas vagy nem ártalmas, az a cselekedet. És ha most ezt kicsit jobban megnézed a mai mi világunkban, akkor rájössz, hogy például az egészségügyi dolgozók nagy része folyamatos ártásban van. És nem azért, mert ők elnyomók, nem, hanem azért, mert tudatlanok. Kérdezték tőlem, te hasonló helyzetben ott dolgoznál, mit csinál? Már rég ott hagytam volna. Ennyi. Érted? Már rég ott hagytam volna azt a szakmát. Nem tudom, te hányszor váltottál szakmát életedben? Én jó párszor. Oké? Tehát én több szakmát is megtanultam életemben, és többször váltottam szakmát, csináltam mindegyiket, azért tanultam meg, hogy csináljam, nem azért, hogy nem, és váltottam. Most ők, nekik meg, ugye mi hogy működik? Azt mondják, hogy olyan, mint a bányász, tudod, megszűntek a bányák, mégis azt mondja, hogy ő annak tanul, nyissanak neki bányát, mert ő annak tanul. Tehát akkor ugye, akkor ezzel szemben az egészségügy is azt mondja, hogy én egészségügyisnek tanultam, hát legyen több beteg, nem? Miért? Nem így van? Hát képzeld el, hogyha nem lennének beteg emberek, akkor az egészségügyisek mehetnének az utcára. Hát gondold végig.
mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, az mehetne az utcába, a csodába. Oké? Ha nem lennének beteg emberek. Hát nekik az a biznisz, ha minél több beteg ember van. Nem? Nehogy azt mondta, hogy nem. Még ha egészségügyben dolgozó, akkor is. Oké? Miért nem az lenne a cél inkább, hogy ahelyett, hogy minél több beteg ember legyen, hogy minél több egészséges legyen? Nem? Nem az kellene lenni a cél? Vagy az a cél, hogy hát minél több dolgozót alkalmazzunk, és ha hát a dolgozóknak meg valahogy munkát kell adni, akkor betegítsük meg az embereket. Nem. Hát ugye az egészségügyi dolgozók nagy része még állami alkalmazott. Ezt csak úgy mondanám. Túlnyomó többsége állami alkalmazott. Oké? És ha sok a beteg, akkor sok állami alkalmazottra van szükség, nem? Hát akkor mit kell csinálni, hogy legyen munkájuk az egészségügyiseknek? Hát meg kell betegíteni az embereket, nem? Ha nem elég betegek, akkor ki kell találni valami új betegséget, nem? Oké? Úgyhogy szakmát kéne váltanod. Csak úgy mondom. Jó? Mondom, tudod miért? Hát mert eleve ugye ott kezdődik, hogy soha nem volt ennyi beteg, mint mostanában. Nem? Tényleg. És most nem a koronavírus miatt, amúgy is, ha nem lenne koronavírus, akkor is ezt lehetne mondani, hogy soha nem volt ennyi beteg. Tehát a betegség összefüggésben van az illető lelki állapotával. Minél rosszabb lelki állapotban van valaki, annál betegesebb. Ennyi. El kell érni az embereknél, hogy minél rosszabb lelki állapotban legyenek, és akkor egyre betegebbek lesznek. Nem? Miért nem ezt csinálják? Amint én ezt látnám, hogy ezt csinálják. És ugye a rossz lelki állapotot mivel lehet elérni? Például távolságtartás, hogy távolságot tarts az emberektől. Lehetőleg közel ne menjél senkihez. Mit tudom, találkozol egy vadidegen emberrel, akivel régen kezet fogtál vadidegen emberekkel, érted, most nem lehet kezet fogni. Röhely. Röhely. A múltkor láttam egy filmet, 90-es években készült, ott láttam már, amerikai film volt, hogy öklöztek egymással találkozáskor. Érted? Pedig nem volt koronavírus még 90-es években. És az volt a köszönés, hogy így ököllel összeütöttek egy kicsit. 90-es évek filmje. És nem ilyen előre mutatták a 21. századot, nem. Hanem egy akkori időszakot mutattak be. És már lassan itt is nálunk így van, nem? Már alapvetően így köszönnek. Erre csak ezt tudom mutatni. Jó? Annál már csak az rosszabb, hogy már össze se érintkeznek semmit, érted? Minél távolabb legyenek egymástól. Na most ugye tudjuk, tiszta és világos dolog, hogy van egy immunrendszerünk. És az immunrendszer akkor működik jól, akkor tud ellenállni a betegségeknek, ha azon átesett. Oké? Na most ugye rengeteg olyan teszt volt már az elmúlt 100 évben, hogy megnézték, hogy hogy fejlődik ki egy embernek az immunrendszere, ha viszonylag steril környezetben van. Igaz? Vagy ha egyáltalán nem steril környezetben van, hanem bármit elkaphat.
és rájöttek arra, hogy az az illető, aki viszonylag steril környezetben van helyezve, az utána bármit el tud kapni. Oké? Nem csak nagyobb betegséget, kis fritz-franc betegségektől is beteg tud lenni, érted? Nem erre megy ki éppen a játék, csak úgy kérdem. Ugye néztük édesanyámat, tehát ilyen etalon ebbe. Tehát ő volt a maga megtestesült tisztaság régen. Most ennek a hót ellentét. Jó, hát most már 84. éves. De hót ellentét. De az ég adta világon semmi baja nincs, ha se érted, mármint úgy értve, hogy ilyen légúti vagy akármilyen megbetegedés, semmi, semmi, megfázva sincs sose, mit tudom én, mentem hozzá megfázva, érted, ő meg semmi baja nem lett, érted, mert megeszi a koszt, hát biztos, hogy vagy ötször annyi koszt eszik, mint egy átlag ember. Tehát, hát figyelj, olyanokat csinál, hogy olyan kaját eszik, amit beserak a hűtőbe, képzeld el. Semmi baj nincs tőle. Semmi. Még gyomorrontása sincs. Érted? Pedig van a hűtője. De már azt a fáradtságot nem veszi, hogy kinyissa az ajtót, az berakja, érted? Hanem fogja, lerakja asztalra vagy a pultra és letakarja, érted? Az a hűtés. És utána azt teszi, hát tudod ilyen jó időben milyen hamar megromlik bármi, semmi baja nincs, semmi, hát, na most a legtöbb ember meg mit tudom, megcsapja a szél, aztán és akkor ugye kezdetben kérdezte és jókat nevetett a maszkos embereken, ugye kijár az utcára. Na szóval, hát így működik, de hát elérték az embereknél, hogy ezt elfelejtsék, hogy ez így van. Pedig ezt tudtuk, hát ezt nem kellett tanulni. Érted? Ezt nem kellett tanulni, hát a szülők elmesélték nekünk, meg a nagyszülők, érted, hogy minél több koszt teszel, annál egészségesebb leszel, vagy érted? Minél sterilebb vagy, annál hamarabb elkapsz bármit. És erre most megfordult a világ. Hát most sterilizáld magadat. Nem? Hát most ebben belefér minden. Már például a nők sterilizálódása is belefér, hogy ne szüljenek. Már az is belefér. Szó szerint. Jó, tehát érdekes egy helyzet. És gondold végig, tehát úgy működik egy ember, hogy minden, ami ártó tettet elkövetsz magad vagy másokkal szemben, az elnyomás. Világos ez? És addigra, mire beindulna az aranykor, egyszerűen tudnod kell kezelni ezt a helyzetet. Érted? Tudnod kell azt kezelni, hogy képes legyél nem ártani se magadnak, se másoknak. Világos? Na most ezt meg csak egyféleképpen lehet. Úgy hívják, hogy tudás. És gyakorlás. Oké? Mert a tudás csak akkor lesz gyakorlat, ha gyakorlod. Csak akkor mondanám tovább, hogy a hatodik lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. Kész, ennyi. Na most ezt meg hogy tanulod meg csoport nélkül? Csak úgy kérdezem. Saját csoport nélkül hogy fogod megtanulni? Mi nézzük tovább. Hetedik lelki szint. De az juthat fel, aki képes feltétel nélküli együttműködésre.
Na, hogy éritek el? Saját csapat nélkül ezeket nem érhetők el. Miért nem kísérletezel azzal a tudással, hogy képes legyél szervezni embereket? Nyilván aki csinálja, az ne vegye magára, mert ő csinálja. De aki nem csinálja. Tehát miért nehezíted meg az életedet? Megnehezíted, mert kevesebb segítséget kapsz a fentiektől. Tehát az, aki szervez, több segítséget kap a fentiektől. Lényegesen. És minél hatékonyabban szervez, annál több segítséget kap a fentiektől. Ezt csak úgy mondanám. Tehát miért nehezíted meg az életedet? Miért az a jó neked, hogyha nem nagyon segítenek, csak kicsit? Tehát van, aki már évek óta itt tanul, érted, és eszébe nem jut, hogy szervezze. Például annyi tudása van, hogy bőven sok ahhoz, hogy szervezzen, de mégse csinálja. "2026-ig folyik a kiválasztás annak, hogy kik fogják tanítani az aranykorba jutókat, erről már beszéltem, mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés." Tehát amikor arról beszélnek, hogy mi lesz 20-30 év múlva, olyan jókat mosolygok. Érted? Mert akkora blödségeket mondanak, hogy ami közel nem az lesz. Tehát közel nem az lesz. Mert már előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. Tehát az emberek azért vannak a Földön, hogy a lelkük arra a szintre fejlődjön, az aranykorban, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek. Egy isteni létformába, ami az angyali létformával kezdődik. Jó, fentiek üzenete, hogy 2035-ig aranykornak kell lennie. Csinálhatod a kis játékaidat ebben az életedben, de nem lesz aranykor, a következő életed az univerzum szélén létrehozott kőkori bolygó lesz. Említettem, hogy a mobiltelefont lőjük le. Ha nem lesz a Földön aranykor, töröljük a Földet a bolygók sorából. Nem mi, hát mondom, ez fentiek üzenete. Tehát azért kell törölni a bolygót, mert különben más kezébe jut. Ilyen egyszerű. Tehát az emberek révén más kezébe jut, és ha, hogy ne jusson más kezébe, ezért ugye törölni kell a bolygót, vagy aranykornak kell lenni. Ha aranykor lesz, akkor az emberek rezgése olyan magas szintű lesz, hogy akiknek a kezébe kerülhetne a bolygók, azok úgy fognak innen elspriccelni, mint a húzat. Miért? Mert a magas rezgésű teret azt nem bírják. Oké? És most pedig ugye éppen nem a magas rezgés felé haladunk, hanem a egyre rosszabb és rosszabb rezgésűek az emberek. Ugye, mert a rezgésünk az a hangulatunkkal arányos. Minél jobb hangulatban vagyunk, annál magasabb rezgésűek vagyunk. Minél rosszabb hangulatban vagyunk, annál alacsonyabb rezgésűek vagyunk. És ugye az emberek java már tartósan rossz hangulatú. Ugye az aranykor az elnyomóktól mentes, tudatos emberek kora. Az imént említettem, hogy addigra meg kell tanulni, lehetőleg minimalizálni a hibázást. Az pedig nem úgy történik, mint ahogy a legtöbb ember most gondolja. Úgy kell hibázni, nem csinálok semmit. Mármint úgy nem hibázok, akarom mondani. Úgy kerülöm el a hibázást, hogy nem csinálok semmit. Miért nem ezt gondolja a legtöbb ember? Ezt gondolja. Ha nem csinálok semmit, nem hibázok. Aha, csak azt meg úgy hívják, hogy mulasztás. A mulasztás megint csak ártó tett. Bocs.
Na jó, körülbelül ennyi fért bele, nem is megyek tovább. Lényeg az, hogy föladtam a leckét. Nyisd fel a szemedet, és kezdje tanulni. Jó? És akkor azt mondja az illető most, hogy szinte hallom, sőt hallom is, hogy ó, hát én tanulok, hát folyamatosan netet böngészem. És módszereket is kapsz, drága csillag. Mennyi módszert kapsz? Mennyi konkrét olyan módszert kapsz, hogy ezt a problémát hogyan old meg? Vagy ezt a problémát hogyan előzd meg? Persze, azt nagyon egyszerű hallani a neten, hogy most ilyen vagy, ilyen legyél. Aha, és hogy juss oda? Arra is van módszerük. Az elmúlt 10-11 évben nem tudtak olyan problémát említeni, amire ne lett volna módszer. Világos ez? De ez csak itt van így, velem kapcsolatban. Mint valakivel beszéltem éppen a minap, vagy valakikkel, egy házaspárra, és mondtam nekik, úgyse tudtak olyan kérdést föltenni, amire ne tudnám a választ. Tehát minden, ami az emberrel és az élettel kapcsolatos, arra megvannak a válaszaim. Oké? Ha nem, azonnal, akkor mondjuk pár percen belül. És ez nem nagy képűség, ez így van. Nem tudom, hány ilyen ember van a bolygón, biztos sok, én még sokkal nem találkoztam. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy itt van egy hely, ahol ugyanezt szeretném, hogy ugyanezeket a képességeket te is megkapd, mert az aranykorban ezek a képességek kellenek majd, érted? Hogy valakinek van valami gondja, baja, te meg, ha nem kapásból, pár percen belül már nyomjad is a választ. Oké? Meg a megoldást. És úgy is megtanítanak benneteket, akit érdemes erre természetesen. Oké? Nehogy azt hitt, hogy ezek azt, amit bármit, amit tudok, meg akarok tartani magamnak. Semmit. Világos? Semmit. No, hát úgyhogy ennyi fért bele a mai estébe. Semmit nem azért mondtam, hogy bárkit bántsak, hanem azért, hogy felismerje a valóságot. Oké? És a valóságot, hogyha túlságosan szép szavakba csomagolják, akkor az emberek nem ismerik föl. Oké? Mert ugyanis a valóság az fájdalmas szokott lenni. És ha túlságosan szép csomagolásban van, akkor nem fáj. De akkor nem is talál. És akkor így szépen így elszelel az ember füle mellett. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, lesz 25 perc szünetünk, amit befejeztem. Szeretném, hogyha itt tanulnál és elkezdené fejlődni, mondok egy példát erre. Próbáld ki 3 hónapig. 3 hónapig. Az azt jelenti, hogy a 3 hónap az nem egész 40 ezer forint. Tehát 39.300 forint a 3 hónap. Abból az első hónap ugye, az dupla, majdnem dupla, a második 2, tehát 19.700, a második meg a harmadik 9.800 forint. Próbáld ki. Tehát adjál magadnak 3 hónapra esélyt. És 3 hónap múlva is azt mondod, hogy nem kell neked tanulni, akkor nem, te tanulj. Jó? Akkor nem fogsz bekerülni az aranykorba. Ennyi. Jó? Nem, te dolgod. Tehát nem az a lényeg, hogy itt tanulj, hanem az a lényeg, hogy ezeket valahol megtanult. Ja, mutatom, hol van ezeket.
ezekre a megoldásokat valahol megtanult. Lehet, hogy keresgethetsz évekig, mire rátalálsz olyan szervezetre rajtunk kívül, amelyiknél megtanulod, mert egyelőre nincs ilyen. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!